Nem támogatják a miskolci roma szervezetek egyik polgármester jelöltet sem a városban, ezért úgy döntöttek, hogy maguk is állítanak jelöltet a posztra. A miskolci cigány kisebbség vezetője szerint még nincs konkrét jelöltjük, majd csak augusztusban kívánják megnevezni azt a szemét, akit ők is elfogadhatónak találnak. Egyik jelöltet sem tartjuk elfogadhatónak polgármester jelöltként. Ezt mondta a mai sajtótájékoztató után a miskolci cigány önkormányzat elnöke. Váradi Gábor szerint a fideszes és a jobbikos jelölt nevének megismerése után a demokratikus ellenzék jelöltjét sem tudják támogatni. Pásztor Albertet, a város korábbi rendőrkapitányát a múlt héten mutatta be az MSZP, a DK és az Együtt PM. Később a támogató szervezetek közül több is kihátrált, mondván, hogy a cigányokat érintő 2009-es kijelentése miatt az egykori főrendőr nem alkalmas a jelöltségre. Pásztor a sajtótájékoztatón próbálta védeni az 5 évvel ezelőtti álláspontját. Én nem a cigányságot bántottam ezzel, hanem a cigányságnak azt a részét, aki akkor is és ma is nyíltan és vállaltan szembe helyezkedik a többségi társadalommal, nem csak a többségére, a saját nemzettársaival is. Úgy tűnik, hogy a miskolci romákat nem hatotta meg a magyarázat, mert úgy döntöttek, hogy nem támogatják az ő jelölését sem. Úgy gondoljuk, hogy Pásztor Albertnek a 2009-ben tett mondatai elítélendők. Magát a szemét nem tudjuk elítélni, hiszen az elmúlt időszakban nem volt közéleti szereplő, tehát nincs lehetőségünk arra, hogy bármilyen fajta ítéletet is mondjunk róla. A miskolci roma szervezetek ezért döntöttek úgy, hogy önálló jelöltet állítanak, akit majd csak augusztusban neveznek meg, de azt már most elmondták, hogy a kampányuk a Miskolcon maradunk címet viseli majd.